Magyarország és Ukrajna agrárközpontú ország. Mindkét ország kedvező mezőgazdasági adottságokkal bír. Magyarország Európa éléskamrája hangzott el, itthon jó termőhelyeink, kiváló és megbízható élelmiszerünk van, emelte ki a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára Bitai Márton Kisvárdán az első magyar-ukrán agrárüzleti fórumon. Közös érdeke a két országnak az agrárkapcsolatok megerősítése, ennek első lépése lehetett a találkozó, ahol a helyi és határon túli vállalkozások saját termékeikkel jelentek meg. A két ország között most is élénk az árucsere forgalom, 103 millió euró értékű agrár és élelmiszeripari terméket exportál hazánk Ukrajnába, az ukrán mezőgazdasági import mértéke pedig eléri a 33 millió eurót évente. Ezt a forgalmat szeretné mindkét fél növelni. Ha sorrendet kéne felállítani, 17-18. Helyen vagyunk egymás kereskedelmi, agrárkereskedelmi láncolatában, ami azért, hogy is mondjam, indokolatlan, hiszen azért annál sokkal közelebb vagyunk, mint hogy ilyen messzi vagy ilyen középmezőnyben legyen az agrárkereskedelmi relációnk. Ezen szeretnénk fejleszteni, és annak érdekében került megrendezésre az első ukrán-magyar agrárgazdasági fórum is, hogy egy picit megismerjük egymást, és használjuk ki azokat a lehetőségeket, amelyek a közelségből adódnak. A mezőgazdaságban nem csak az agrárkereskedelemben látja az együttműködési lehetőségeket Olga Trofimsteva miniszterhelyettes, hanem az agráriumhoz kötődő más gazdasági szektorokban is. A magyar élelmiszeripari technológiákat szívesen megismernék az ukrán agrárvállalkozások. Az akvakultúra fejlesztése, a borászat és a biotermesztés terén is terveznek kétoldalú együttműködéseket. Azért emeltem ki elsősorban ezt a három területet, mert Magyarországnak hagyománya és tapasztalata van például a borászatban. Kiemelkedő és sikeres ország jó minőségű termékei vannak, a két ország termelői szakmai tapasztalataikat megoszthatnák. A biotermesztésben pedig a magyar termelők előrébb járnak, elsősorban a felügyelet, az engedélyezés és minősítés terén lehetne tanulni a magyar termelőktől. Az ukrán-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésének felelőse Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter megerősítette a két ország gazdasági kapcsolatainak megszilárdításához szükséges infrastrukturális fejlesztések elkezdődtek. Az M3-as autópálya ukrajnai határmetszéspontját már kijelölték, és az új Tiszahíd megépítésének előkészületei is elindultak. A fejlesztéseket ebben az évben elkezdhetik. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány kárpátaljai magyar vállalkozásokat támogató programjára első körben április 28-áig regisztrálhatnak a Kárpátalján működő magyar vállalkozások. Én azt gondolom, hogy ezzel olyan likvid forrásokhoz tudnak jutni, ami a vállalkozásuk beindításához vagy stabilitásához szükségesek. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lépések. Itt nem nagy pénzekről van szó, itt inkább a darabszám alapján lesz egy nagyon komoly fejlesztési lehetőség a térségnek. A két ország termelőit is segítheti az a logisztikai központ, amely a Tisza Európai Területi Társulás térségeket érintő fejlesztési programjában szerepel. Erről a megyei közgyűlés elnöke szólt a találkozón. A társulás is hozzájárulhat a határmenti régiók gazdasági kapcsolatainak elmélyítéséhez. Olyan partner együttműködések lehetségesek, amelyben a területi társulás is tud közvetítő szerepet betölteni, hiszen van irodánk Kisvárdán, Ungváron is, tehát az üzletemberek bennünket is megtaláltak, és nagyon szívesen közvetítünk a kamarák az agrártermelők között. Azon kívül a fejlesztési stratégiánkban, amely most készült el az elmúlt időszakban, külön kiemelten foglalkozunk az agrártermeléssel, az agrártermelők együttműködésével. A következő fórumot Kijevben tartják június 7 és 10-e között, ahol a két ország agrárkamarai szervezete együttműködési megállapodást ír alá a mezőgazdaság fejlesztése érdekében.